Jó estét kívánok! 19 órakor Önök a Trió Televízió hírmagazinját, a Kiskun Krónikát látják. Főbb témány címszavakban. Zsányi József személyében új polgármestere van Kiskun Félegyházának. A Nemzeti Fórum jelöltje 6633 voksot kapott a vasárnapi önkormányzati választásokon. Kedvező eredményben bíztak az ellenzéki pártok a választáson. Az MSZP-DK, a Jobbik és az LMP is úgy véli, hogy a megosztott jobboldal miatt szavazatokat veszítettek. Csányi József személyében új polgármestere van Kiskun Félegyházának. A Nemzeti Fórum jelöltje 6633 voksot, Kapus Krisztián, a Fidesz-KDNP jelöltje viszont csak 2942 szavazatot kapott. A képviselőtestületben biztos többséget szerzett a Nemzeti Fórum. A Fidesz 3, az MSZP-DK pártszövetség és a Jobbik pedig egy-egy mandátumhoz jutott. A szavazás egész nap rendben zajlott, jogszabálysértésről nem szerzett tudomást a helyi választási bizottság. Folyamatosan érkeznek a választópolgárok a 17-es számú szavazókörbe. Itt sem történt rendbontás, minden az előírásoknak megfelelően zajlott. Délelőtt 9 óra körül kiugróan sokan jöttek, de egyébként folyamatosan adták le voksukat a bankfalui városrészben élők. A szavazókör elnöke szerint mindenki tájékozott volt a szavazás menetét illetően. Itt mindig is aktívak voltak az emberek, ellenben én azt látom, hogy az előző választáshoz képest most az aktivitás talán kicsit alább van. De valószínűsítjük, hogy vásár is volt délelőtt, és most a délutáni órákból biztos, hogy meg fog erősödni a forgalom. Jelen pillanatban 38%-os a sikerességi mutatónk. Ez már a Kossuth város, a 26-os számú szavazókör. Nem volt rendbontás, az emberek tisztában voltak azzal, hogy hogyan kell leadniuk a szavazatokat. Itt délután 1 és 3 óra között voltak viszonylag többen. A szavazókör munkája szervezett volt, először az okmányokat kérték el, majd a névjegyzék aláírása következett, ezt követően pedig átvehették a választópolgárok a lepecsételt szavazólapokat. 871 fő van ebbe a körzetbe, eddig a fél ötös időpontig 400 ember jelent meg szavazni. Ez egy 45-50%-os részvételarány. Ez a szokásos. Rendkívüli esemény a Dózsa általános iskolában kialakított 7-es számú szavazókörben sem volt, viszont a bizottság tett egy nemes gesztust. Egy idős rokkant asszonynak elromlott a kocsija, ezért személyesen kísérték őt haza. Itt is nagyon aktívak voltak a választópolgárok, akik folyamatosan érkeztek. Többször előfordult, hogy várakozni kellett a szavazófülkék előtt. Eléggé tájékozottak vagyunk a választás menetét illetően. Némi kavart okozott, hogy itt a körzeteket átcsoportosították, és volt olyan, aki előtte ugye más szavazókörbe szavazott, most meg itt ide szólt a kártyája, és nem értette, hogy miért. Hát ameddig tudtuk, persze a magyarázatot megadtuk, vagy elfogadta, vagy nem. Ennyi telt a részünkről. A helyi választási bizottság mindent rendben talált a nap folyamán. A választókörök munkájában résztvevők az előírásoknak megfelelően dolgoztak. Jogszabálysértésről nem kapott információt a bizottság. Az utolsó kerületben most érkeztek be a szavazatok, ezzel kapcsolatosan van még a technikai adatrögzítés. Ezt követően azt gondolom, hogy egy negyed óra múlva tudunk ülést tartani, és akkor fogjuk tudni véglegesen megállapítani a választás eredményét. A szavazatok 100%-os feldolgozását követően 23 órakor már ismerté váltak az eredmények. Eszerint a polgármester választást Csányi József, a Nemzeti Fórum jelöltje nyerte meg 6633 szavazattal. Kapus Krisztián, a Fidesz-KDNP jelöltje 2942, Horváth Tamás, az MSZP-DK közös jelöltje 1214, Kollár László, a Jobbik jelöltje 1024, Kis Kálmán, az LMP jelöltje pedig 262 szavazatot kapott. Ahogy azt hallhatták, tehát Kiskun Félegyházának új polgármestere van Csányi József személyében. Ennek megfelelően, ahogy ez egy választás után szokás, szerettük volna megszólaltatni a győztest. Csányi József ma azonban egyéb elfoglaltságai miatt nem tudott nyilatkozni a Trió Televíziónak.
Ami pedig a választókörzetek eredményeit illeti, az egyes körzetben dr. Réczi László, a kettes körzetben Bense Zoltán, a hármas körzetben Gyenes Attila, a négyes körzetben Szamosi Endre, az ötös körzetben Balla László, a hatos körzetben Dongó József, a hetes körzetben Horváth Gábor, a nyolcas körzetben dr. Ónodi Izabella, a kilences körzetben dr. Kis Ákos Csaba, a tízes körzetben pedig Ván Jenő nyerte meg a választást. Kompenzációs listán Horváth Tamás, Jankovszki Zoltán, Kapus Krisztián és Kollár László szerzett mandátumot. Most pedig következzen az ellenzéki polgármester jelöltek értékelése. Az MSZP-DK közös polgármester jelöltje Horváth Tamás szerint a választáson bebizonyosodott, hogy az MSZP a baloldal vezető pártja. Kollár László, a Jobbik polgármester jelöltje úgy véli, a Kapus Krisztián leváltását célzó Nemzeti Fórum jelöltjei vittek el sok szavazatot a mozgalomtól. Kis Kálmán, az LMP polgármester jelöltje abban bízott, hogy az egyéni jelöltjeik jobban szerepelnek, de véleménye szerint a Nemzeti Fórum önálló indulása lecsökkentette az esélyüket. A leköszönő polgármester Kapus Krisztián csütörtökre ígért interjút. Az MSZP-DK közös jelöltje Horváth Tamás nagyobb támogatottságra számított, különösen annak tükrében, hogy állítása szerint a Fidesz, idézzük, gyűlöletkampányt folytatott. A politikus szerint a választás tanulsága, hogy hamarabb kell elkezdeniük a kampányt és erősíteni kell a napi kapcsolatot a választó polgárokkal, hogy meg tudják mutatni a valódi baloldali értékeket. Horváth Tamás kompenzációs listán bekerült a képviselőtestületbe, célja, hogy a város fejlődéséért dolgozzon. Az erős jobboldali túlsúlyhoz már hozzászoktunk. Ettől függetlenül az elmúlt másfél évben, amióta képviselő vagyok, mindig megpróbáltam olyan értékeket, illetve olyan ügyek mellé állni, amik a szociálisan rászorulók érdekeit képviseli, azok érdekeit, akik az önmaguk érdekérvényesítését kevésbé tudják véghez vinni. Ezek nagyon fontos szempontok. Ettől függetlenül nagyon sokan feltették már a kérdést, hogy mégis hogy képzelem el az elkövetkezendő éveket az önkormányzatban. Bízom benne, hogy végre egy olyan útra térünk a város vezetés terén is, aki a feladatokra koncentrál, a megoldásokra és a fejlődésre koncentrál. Én hiszem azt, hogy a jelenlegi, illetve az új városvezetéssel már egy sokkal jobb munkakapcsolatot fogunk kialakítani, és ezáltal partnerei tudunk lenni ennek a városvezetésnek és az eredmények elérésében is. Kollár László, a Jobbik polgármester jelöltje úgy fogalmazott, a legrosszabb rémálma valósult meg vasárnap, mivel a megosztott jobboldal miatt az emberek nem vették figyelembe a többi pártot. A politikus szerint a változásra irányuló lakossági igény áldozata lett a Jobbik, amelynek eredménye vereséggel ér fel, mivel a polgármester jelöltek között az MSZP-DK jobb eredményt ért el, mint a mozgalom. A megyei listán viszont azt az eredményt hoztuk, amire számítottunk. Ebből szűrjük mi le igazából azt a gondolatot, hogy sokkal nagyobb a mi támogatottságunk ettől az eredménytől, csak éppen amiatt, hogy váltani akartak az emberek, az egyéni és a polgármesteri listán választották a Nemzeti Fórum jelöltjeit. Gyakorlatilag elszívta a Nemzeti Fórum a mi erőforrásainkat. Amit még megjegyeznék, hogy a négyes számú Bács-Kiskun megyei választókörzetben viszont úgy gondolom, hogy hoztuk azt az eredményt, amit mi szerettünk volna, hiszen három kis településen és Kiskunmajsán is lett jobbikos képviselő. Az LMP polgármester jelöltje elmondta, tudták, hogy nem ők az esélyesei a választásnak, de bíztak abban, hogy az egyéni jelöltek jobban szerepelnek. Kis Kálmán szerint egyéni körzetekben vagy a Jobbik, vagy az MSZP-DK jelöltjeit le kellett volna győzniük annak érdekében, hogy a kompenzációs listán mandátumhoz jussanak. A politikus a megyei önkormányzat tagja maradhat, ezt mindenképpen sikerként értékeli a párt. Tavasszal Ikotik István országgyűlési képviselői mandátumot szerzett, és az ő megüresedett helyén már belekóstoltam a megyei közgyűlésnek a munkájába, illetve korábban még a 90-es években 4 évig tagja voltam már a megyei közgyűlésnek. Azóta nagyon megváltozott a megyei önkormányzatnak a feladatköre, lényegesen szűkültek azok az ügyek, helyi ügyek, amelyekbe
a megyei önkormányzat bele tud szólni, elkerült az intézményrendszer, gyakorlatilag a területfejlesztés, területrendezés, a vidékfejlesztés az a nagy témacsoport, amelyben a megyei önkormányzat hatáskörrel rendelkezik. Egyrészt a programozás, tehát következő 6 év uniós forrás elosztásának egy bizonyos része a megyei önkormányzatokon keresztül fog megtörténni. Ebbe próbálok szakmai tudásom, felkészültségem és tapasztalatom alapján minél hatékonyabban részt venni. Kerestük Kapus Krisztián leköszönő polgármestert is, hogy értékelje a választási eredményt. Telefonon azt ígérte, hogy csütörtökön áll a Trió Televízió rendelkezésére. Kedves nézőink, híradónk végén következzenek ismét fontosabb híreink egy-egy mondatban. Csányi József személyében új polgármestere van Kiskunfélegyházának. A Nemzeti Fórum jelöltje 6633 voksot, Kapus Krisztián, a Fidesz-KDNP jelöltje pedig 2942 szavazatot kapott. A képviselőtestületben biztos többséget szerzett a Nemzeti Fórum. Kedvezőbb eredményben bíztak az ellenzéki pártok a választáson. Az MSZP-DK, a Jobbik és az LMP is úgy véli, hogy a megosztott jobboldal miatt szavazatokat veszítettek, mert nagy volt az igény Kapus Krisztián leváltására. Ez volt a Kiskun Krónika október 13-án. Maradjanak velünk továbbra is, hamarosan megtudhatják, hogy milyen idő lesz holnap. Hírmagazinunk ismétlését ma este 8 órakor, 10 órakor és 11 órakor láthatják, továbbá holnap reggel 7 órakor és délben. Friss hírekkel pedig kedden 19 órakor várjuk Önöket. Addig is, ha tehetik, látogassanak el weblapunkra a www.velegyházitv.hu címen, ahol korábbi adásainkat újra nézhetik és hozzá is szólhatnak tudósításainkhoz. Én minden munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, szép estét, jó pihenést, viszontlátásra! Kedden felhő átvonulásokra kell számítani, emellett néhány órára a nap is kisüt. Csapadék nem valószínű. A déli, majd nyugatira forduló szél megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 15 fok körül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 fok körül alakul.